január végén kaptuk azt a hírt, vagy olvashattuk azt a hírt, hogy nyomozás is indult jobbikos képviselők feljelentése kapcsán, amiatt a bizonyos Azori-szigeteki kirándulás miatt, tehát hogy ennek még mindig nincsen vége. És azóta nem tudom, hogy igazából lett haszna annak a kirándulásnak, történt valami a pán-európai roma stratégiával? Hát hogy ne elfogadtuk, egyébként nem kirándulás volt, hanem egy konferencia volt. Mindenki társal utazott? Nem, mindenki elszámolt ezzel a kérdéssel, és a MÖOSZ, aki az út finanszírozásában részt vett, annak a költségvetési beszámolója hamarosan a honlapján olvasható, és abból kiderül, hogy pontosan hány ember és milyen költségért utazott erre a konferenciára. De hát azért azt csak látta, hogy hányan voltak összesen. Tehát, hogy hány hozzátartozó, tehát, hogy tömegek mentek erre a konferenciára? De hogy mentek tömegek? Miért mentek volna tömegek? Hát én nem tudom. A jó hely biztos azért. Hát próbálja ki. Látogasson el egyszer oda. Én nagyon szívesen elmennék, megmondom őszintén, de még semmilyen konferenciára nem hívtak. Azt gondolom, nagy csalódás lenne önnek. Miért nem jó hely? Hát abszolút nem. Nem már komolyan? Igen. Mert miért volt? Hát a tenger közepén egy vulkanikus sziget, ahol még ivóvíz sincsen, ez egy, nem egy üdülő között. Jártam másokkal szebb helyeken is, őszintén. Tehát nem menne vissza? Hát nyaralni semmiképpen. Itt mindenki nagyon jól szórakozik. Ivoska? Hát szerintem azért vannak. Olyan csúnya szót mondtál, ez pont vicces volt. Szabad egy nőnek így beszélni? Én nem mondtam csúnya szót, szóval akkor én rosszul hallottam. Abszolút, és sosem igen? Szoktam csúnya szót beszélni. Szóval... Nem, hanem hogy én azon mosolyogtam, hogy biztos a többi szigeten is voltak ilyen pán-európai cigány vagy roma kérdésekkel foglalkozó konferenciák, és akkor voltak jobb szigetek és kevésbé jobb. Nem, az egész valami olyan abszurd. Hogy mosolygott? Nem úgy nézett ki, mint Zsiga Marcel nagybátyja? De kicsit úgy. De most ez komolyan, Zsiga Marcel nagybátyja. És valószínűleg igen, 47 ezer forintból élő egyébként. Tudjátok, mi az egészben a tragikus? Ez az, hogy ezzel most úgy jókat mosolygunk, meg igaz. Emberi gyarlóság mindenütt van egyébként. Persze. A emberek csinálnak ilyeneket, csak van egy nagyon-nagyon komoly következménye. Amerikában elkapnak valakit, az másnap összeszégyelli magát, lemond és elbújdokol a föld alá. Na most a nagyon nagy probléma az az, hogy Magyarországon ez nem egy probléma. Ugye itt... Képzeljétek el a következményt, most egész őszintén. Gondoljátok meg egy gyereknek az életét, aki ma születik. 18 éves korára mivel találkozik? Két intézménnyel. Oktatással, egészségügyel. Oktatásban megtanulja azt, hogy ő neki végig úgy kell menni, hogy puskázni kell, és megtanulja az egészségügyben, ami a dolga van, hogy 300 forintot adni legálisan, az nem kóser, 30 ezeret illegálisan, az kóser. Hogy leszik ez az amerikai karaktered jön állandóan elő, hogy becsületesnek kell lenni, és csak azért adunk pénzt, amit megtolgozzák. Nem, de tényleg, de következmény nélküliséggel. De az, hogy nincsen következménye. Igen, ez a pasas belemosolygott a kamerába, hogy hát kézzel szesz anyukám, te amit akarsz, csak röhögök rajta. De mondjuk valamit. Itt ül Schmidt Pali bátyánk. Elmegy és interjút ad. Gondoljátok meg, Schmidt Pali bátyánk itt ül ezzel a jó kis doktoriával, és megkérdezik a lakosságot, és a lakosság 41%-a gondolja, hogy neki le kéne mondani. Mit gondol az 59? Igen, az ég szerelmére. Mit gondol az 59? Hát, hogyha az 59-nek ez rendben van, akkor az Azovi-szigetek, hát az a legkevesebb. Egyébként ez a Pest megyei Fidesz elnök, ez smafu, mert a Somogy megyei volt az igazi, aki azt mondta, így én a Somogyiakért a világ végére is elmegyek. Azért azt mondta csúcs. Az már a Zsiga Marcelnek a genetikai kódjait hordja magába. Igen, én tényleg... magamra vállalom az összes údiumokat, amelyeket a te magasztos amerikai szempontjaidból... Ezt a magasztos nincsen benne. Igen, én valóban nem bánnám, ha ez volna a legnagyobb bajunk. Egy dolog van csak, ami az embert legalábbis engem irritál, és ezt nem tudom elfogadni. Az, hogy valaki nem tökéletes és követel hibát, de rendben van. Nem vagyunk mi tökéletesek, egyikünk sem. De azok után ez a mosoly, ami megjelenik a képernyőn. Igen, az egy kicsit sokkal jó volt. Azért túlzás. Büszkének azért nem kell lenni. Tehát hogy az, hogy annyi, hogy lelki erőt venne magán, és azt mondja, igen, hibáztunk,
elnézést kérünk. Én ezt az elnézést kérést már nem tudom, mikor hallottam utoljára. Bocsi, ezt azt hittem, hogy nem fognak el soha nem is hallottam. Nem, hát rossz időkben mentek az Azori-szigetekre. Nézzük a következő filmet.